kapacitása az erőműnek jelen pillanatban van. Ebből a diszpécseri szobába vezérlik az egész város központi távhőrendszerét. A hivatalos fűtési szezon ugyancsak október 15-ével indul, de ezt megelőzi szeptember 15-től kezdve egy úgynevezett előfűtési időszak. A hirtelen jött nagy hidegre való tekintettel a társasházak lakói igényelhetik, hogy bekapcsolják náluk a fűtést. Mostanra a város távhőrendszerének már 60%-a üzemel. Hétfőn a reggeli órákban körülbelül a város 13%-át fűtöttük, a mai reggelen már 30%, és egy órával ezelőtt jelentették a kollégáim, hogy már a város 60%-át fűtjük. Az elmúlt hétvége óta tartó hideget egy észak felől érkező ciklon okozta. Ugyan a hét közepén egy kicsit felmelegedik az idő, de a hétvégére ismét lehűl a levegő. Maximum 10-12 fok várható. Szombat és vasárnap pedig akár mínuszba is kúszhat a hőmérő higanyszála, mondja a meteorológus. Szombat vasárnapra már várható az, hogy a hajnali minimumok azok 0 fok alá mennek, ami azt jelenti, hogy akár -2-4 Celsius fok is lehet. Mint Gerencsér János mondja, idén komolyabb melegre már nem lehet számítani. Egyre hidegebb idő jön.